A megszokott melegben ezúttal 13 csapat küzdött egymással a Stihl országos fakitermelő bajnokság utolsó regionális fordulójában augusztus 31-én. A bükzsérci versenyen ezúttal két olyan csapat vett részt, amelyik már korábban kivívta továbbjutását a szeptember 7-i Pákozdi döntőbe. A Pilisi Parkerdő ZRT Valkói erdészetének gárdája és a Süttői Hántoló Szarvasok mellett ugyanakkor két tűzoltó csapat, az Északerdő Tűz és az Északerdő Encsi Tűz is meghívást kapott a fakitermelők legnagyobb megmérettetésére a katasztrófavédelem házi versenyén elért eredményeik alapján. Mivel ez a két alakulat Bükzsércen benne volt az első hatban, így végül a 7. és 8. hely is döntőt ért. Az Észak-Magyarországi regionális fakitermelő versenyt végül az Északerdő 100 plusz csapat nyerte meg, ami nem először volt így a helyi forduló történetében. Nagyon sok munka van benne, próbálunk minden évben úgy készülni, hogy nagyon jó eredményeket tudjunk elérni, mind itt a régiós versenyen, mind az országos versenyen. Itt a régiós versenyen egyedül csak tavaly nem nyertünk, és az országosan is már háromszor voltunk első. Nagyon fogunk rá készülni, ugye a jövő hetünk van még, amelyből 3 napot erre fogunk rá dozni, és nagyon bízom benne, hogy jó, kimagaslóan jó eredményt fogunk elérni. 3 héttel ezelőtt az egyik csapattársunk eltörte a kezét, ugye ez hirtelen nagyon nagy fejtörést okozott nekünk, de elől húztuk a Jolly Jokert, és ugye Horváth Lászlónak ezúttal is nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy vállalta azt, hogy felkértük, és vállalta, hogy eljött velünk. Az Északerdő ZRT által támogatott csapatok rendre kiválóan szerepelnek Bükzsércen, ami 2019-ben sem volt másképp. A fakitermelőkből és tűzoltókból álló Északerdő Tűz vegyes csapat nagyszerű teljesítménnyel lett második. A továbbjutás jogát azt nem itt szereztük meg, hanem a Miskolci Országos Tűzoltó Favágó Bajnokságon. Így ugye a kvalifikációnk megvolt, így tovább tudtuk adni egy másik csapatnak magát a továbbjutási lehetőségét, illetve mi egy vegyes csapat vagyunk az Északerdővel közösen, tehát két erdész kolléga és két tűzoltó van a mi csapatunkban, ami annyiból is jó, hogy tehát tudjuk egymást jobban trenírozni, tanácsokat adni, ki mit hogy csináljon. És hát valószínűleg így sikerült most ez a jó helyezés is. Az országos favágó bajnokságon én a mostani hibáinknak a kijavítását várom, illetve azt, hogy benne legyünk az első 3 helyezetben. Szintén jól ismert csapat Bükzsércen az Óbükk Kft. Gárdája. Az erdészeti vállalkozókból álló csapat a tavalyi győzelem után most a 3. helyen jutott be, a szeptember 7-i Pákozdi döntőbe. Sikerülhetett volna jobban is, egy kicsit a felkészülés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Sajnos dolgoznunk kellett, de hát ugye a munka is egy felkészülés, ha azt nézzük. Ez nagyon megnehezíti, hát én általában úgy szoktam, ugye az embereket is én szoktam hazavinni. Reggel 6-kor elindulok, 6-ra hazaérek, és akkor még 6 óra után van gyakorlás. Az országos döntőre megpróbálunk jobban felkészülni, hogy meg tudjuk ott is mutatni, hogy az észak-kelet-magyarországi régió is van olyan jó, mint az összes többi. A bükzsérci regionális fakitermelő versenyen a 4. helyen is az Északerdő csapata, az Encsi Tűz végzett, míg 5. az Egererdő ZRT Stílus Team, 6. pedig a Gement ZRT 4-ese lett. A két tovább jutott tűzoltógárdának köszönhetően ott lehet még a szeptember 7-i Pákozdi országos döntőben az Egererdő ZRT Mátrai, valamint a helyi Erfavad erdészeti és faipari Kft. Csapata is. Szeptember 7-én tehát Pákozdon küzdenek meg egymással az ország legjobb fakitermelői, akik 6 regionális megmérettetésen vívták ki a továbbjutást: Posteleken, Nagykanizsán, Pilisszentivánon, Császáron, Keszegen és augusztus végén Bükzsércen.